hús, haluska és cigánykáposzta. 6 nemzetiség ételeit kóstolhatták meg Békés Csabán. Szélesre tárt lélek, Sterbec István ornitológus élettörténetét bemutató könyv jelent meg. Repültek a nyilak, egy napra Dula lett a paradarc fővárosa. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. 5. alkalommal csatlakozott a Kölcsei utcai óvoda az Európai Mobilitási Héthez. A gyerekek és a pedagógusok az autómentes nap részeként rendőri kísérettel kerekezték körbe az óvoda épületét. Az intézmény többek között így hívja fel a figyelmet az egészséges életmódra és a környezettudatosságra. Csengő szóval jelezték a gyerekek a Kölcsei utcai óvodában, hogy készen állnak körbe tekerni az épületet. A legkisebbek sétáltak, a nagyobbak már kerékpáron, rolleren vagy éppen kis motoron teljesítették a távot. Az óvoda pedagógusok pár hasznos tanácsot is adtak a gyerekeknek az indulás előtt. Azt beszéltük, hogy tartani kell a távolságot. Összeütközni nem lehet. A gyerekek biztonságát a délelőtt folyamán kerékpáros és rendőr autós kíséret biztosította. A kicsik menet közben pedig sok mindent megtudhattak a szabályos és biztonságos közlekedésről, például a kanyarodás helyes manőveréről is. Pribeszki Péterné az intézmény igazgatója szerint a gyerekek mindig nagyon készülnek és várják ezt a napot. A hét folyamán a kerékpározáson túl az óvodapedagógusok játékos formában adják át a közlekedéssel és a fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket. Zöld óvodaként már 5. alkalommal rendezzük meg a mobilitási hét keretében az autómentes napot, melynek során a gyerekek reggel kerékpárral, rollerrel, futóbiciklivel vagy kismotorral érkeznek. Tulajdonképpen ennek a napnak az a célja, hogy a tudatos közlekedésre hívjuk föl a gyerekek, és rajtuk keresztül a szülőknek is a figyelmét. A táv teljesítése közben nem csak a pedagógusok, hanem a gyerekek is láthatóan nagyon ügyeltek egymás biztonságára. Gasztronómiai programmal várták a Békés Csabán élő nemzetiségek a Szent István térre látogatókat pénteken délután. A program lehetőséget biztosított az érdeklődőknek, hogy 6 nemzetiség tradicionális ételeivel ismerkedjenek meg. Hosszú sorok álltak pénteken délután a Szent István téren, ahol a Békés Csabán élő nemzetiségek kínáltak különböző ételeket a látogatóknak. A rendezvény célja, hogy minden helyi nemzetiség bemutathassa gasztronómiáját, és közelebb hozza egymáshoz a résztvevőket. Nagy öröm számunkra ez most itt az első rendezvény, de én úgy gondolom, ennek tradíciót kellene hozni, mert hogy sok embert érdekel, mint észrevettük. És ugye ez a város egy színes város, a nemzetiségek, itt nagyon sok nemzetiség él együtt, békességbe. És ilyenkor, amikor összejöhetünk és bemutathatjuk a kultúránkhoz fűződő főzési hagyományainkat, gondolom ez minden embert érdekel, és ez egy öröm számunkra. Békés Csaba lakossága etnikai szempontból igazán színesnek mondható, hiszen a városban élnek romák, románok, lengyelek, németek, szlovákok és ukránok is. A programon mind a 6 nemzetiség képviselte magát, és hagyományos ételeit kínálta a látogatóknak. Kulis, ami lényegében kozákoknak, csumákoknak, tehát ugye kozákok ez a harci réteg volt Ukrajnában, csumákok ezek a mai kamionosok, akik szállítottak árut Európa szerte. Az legegyszerűbb tábor étel, ami bográcsba készült, hús, az alapja hagyma, szalonna, köles és víz. A tradicionális ukrán főétel mellett a főtérre látogatók megkóstolhatták a szlovák haluskát, a cigány káposztát, de a német lekvár sem maradt ki a kínálatból. Szeptember 27-én pénteken mutatják be a Kastély Kölcsönbe című darabot a Békés Csabai Jókai Színház nagy színpadán. Pekár Gyula regényét Kis József alkalmazta színpadra, amelyet Radó Döniz, Jászai Mari díjas érdemes művész rendező dolgozott át.
A kastély kölcsönbe egy igazi klasszikus magyar vígjáték. Radó Döniz rendező úgy fogalmazott, hogy a történethez nem nyúlt hozzá, csak egy kicsit leporolta, hiszen az 1930-as években íródott. A történet cselekménye szövevényes, hiszen a szokásos szerelmi szálak fonódnak össze a darabban. Van egy gazdag anyuka egy gazdag kislánnyal. A kislány szerelmes egy szegény fiúba, tehát nem engedik, hogy egymáséi legyenek. Van egy szegény apuka egy szegény fiúval, aki szerelmes egy gazdag lányba, tehát nem lehetnek egymáséi. És a fiatalok hogy találják ki, hogy ez mégis megoldható legyen, nem árulok el többet. Méri Grubert Csonka Dóra alakítja, aki elmondta, ha bár nem operetről van szó, azonban a műfaj jellemzői felfedezhetőek a darabban. Habár ez nem egy operett, mégis nagyon jellemző rá az operettek stílus jegyei. Tehát már csak a karakterekből megtalálható benne a bon vivant, a primadonna, a szubrett, a táncos komikus, és hogyha, tehát hogy meg tudjuk tapasztalni azokat a lehetőségeket, amiket egy operett játszás ad, még hogyha ez nem is az. Puskás Dániel Koltai Bálint karakterét formálja meg az előadásban. A fiatal színészt leginkább az fogta meg a darabban, hogy ugyanez egy vígjáték, de számos drámai elemet is tartalmaz. Felhőtlensége, a könnyedsége, tehát annyira egy kedves történet, és mellette megvannak a mélységei, a drámái, de egy nagyon-nagyon szerethető történet. A Kastély kölcsönbe című darabot először szeptember 27-én pénteken láthatja a nagyérdemű a Békés Csabai Jókai Színház nagy színpadán. 18. alkalommal rendezik meg szeptember 30-a és október 6-a között az Országos Könyvtári Napok elnevezésű programsorozatot. A kezdeményezéshez a korábbi évekhez hasonlóan számos Békés vármegyei könyvtár is csatlakozott. Az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozat célja, hogy népszerűsítse a könyvtárakat és felhívja a figyelmet az olvasás fontosságára. A programokba rendszeresen bekapcsolódik a gyulai Mogyorósi János Városi Könyvtár is, ahol ez alkalommal előadásokkal, kiállítással és gyermekprogramokkal várják a látogatókat. Az előző évek tapasztalatai alapján a programsorozat sikerességét Dézsi János intézményvezető értékelte. Előadások, jöttek bemutatók, azok vonzák a közönséget nagyban. Nagyon kíváncsiak leszünk, hogy a kiállítást hány érdeklődőt vonz majd. Hát a gyermekek a vetélkedőre rendszeresen ilyen 20-25 fővel szoktak érkezni, hiába szélesebb körben igyekszünk ezt a járási, illetve megyei szinten meghirdetni. És a kézműves foglalkozás az viszont helyben a gyermekek, családok számára az nagyon népszerű, tehát ott 40-50 főre is számítunk. A programot beharangozó sajtótájékoztatón az Orosházi és a Mezőkovácsházi Könyvtár intézményvezetői is jelen voltak, akik elmondták, náluk két héten át tart majd a rendezvény. A Békés megyei könyvtár programjait Juhász Zoltán, az intézmény igazgatója ismertette. Mi számos programmal készülünk, minden nap lesz egy meghívott vendégünk, legyen az író, költő, vagy például képregénykutató, illetve mellett lesznek játékaink is, kedvezményes beiratkozási lehetőség is, és a megbocsátás napja, amikor eltekintünk a késedelmi díjtól, így vissza lehet hozni nyugodtan a könyveket. A rendezvény tematikáját minden alkalommal az Informatikai és Könyvtári Szövetség határozza meg. Az idei évben a programok középpontjába a négy elem, azaz a föld, a víz, a tűz és a levegő került. Ismét bakelit bőrzét tartottak a Lencsési Közösségi Házban az elmúlt hétvégén. Szombat délelőtt maga a múlt elevenedett meg a mikrobarázdákon. A Lencsési Közösségi Házban 8 árus hozta el féltett kincseit, a teremben több száz hanglemez, CD és kazetta várta új gazdáját. A gyűjtők a kiválasztott darabokat a helyszínen meg is tudták hallgatni, de nagyrészt kiváló állapotú lemezek várták a bakelitek szerelmeseit.
Általában akik idejönnek, árusok, azok a környékről jönnek, és az egyrészük profi. Tehát nem otthoni lemezgyűjteményt hozza el, hanem ők így járják a Bakelit Őrzéket, Debrecen, Szeged, Kecskemén, Szolnok, és itt is jó minőségű lemezekkel jelennek meg. A Bakelit lemezek népszerűsége hazai szinten is meredeken ível felfelé, külföldön pedig ismét virágkorát éli a hanglemez vásárlás és gyártás. Angliában például tavaly több Bakelit lemezt adtak el, mint CD-t meg DVD-t összesen. Tehát fölfelé fut most a Bakelit lemeznek a gyűjtése, és tehát utánnyomásokat is adnak ki. Régiek meg nagyon-nagyon drágák, tehát megy fölfelé az áruk rendesen. A lencsési közösségi ház roskadásig megtelt asztalai előtt kígyózó sorok bizonyították a bakelitek örök ifjúságát és a hanglemezek szeretetének újjászületését. 100 éve született ornitológus Sterbec István emlékére rendeztek konferenciát kedden a Körösmaros Nemzeti Park Szarvasi Központjában. Az eseményen a túlzokvédelmi kutatásokkal foglalkozó szakember életéről Szélesre tárt lélekkel címmel írt kötetet is bemutatták. A Délalföld természetvédelmi atyaként emlegetett Sterbec István 1924-ben Nagyszénáson született. Ornitológusként a Magyar Madártani Intézetet vezette. Születésének 100. évfordulója alkalmából a Körösmaros Nemzeti Parkban rendezett konferencián az Agrárminisztérium természetmegőrzési főosztályának vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy Sterbec Istvánhoz személyes és munkaköri ismeretség is kötötte. Természetvédelmi hivatalhoz kerültem, az akkor már a Környezetvédelmi Minisztériumnak volt egy szervezeti egysége. Pista bácsi rendszeresen feljárt oda, úgyhogy nagyon sokat mesélt. Remélem, hogy örömmel látta, hogy az a mag, amit őt elvetett, az kihajtott. Tehát a természetvédelmi tevékenység azért akkoriban már egy elég komoly, átfogó tervezett munka volt Magyarországon. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatóságának kiadásában jelent meg a Sterbec István élettörténetét bemutató kötet, amelyet Faragó Sándor, a Soproni Egyetem vadbiológus akadémikusa írt. Szól az egész életéről, mondhatnám azt, hogy szakmai és magánéletéről, és azokról az eredményekről, amelyeket ő a gyakorlati természetvédelem és a Körösmaros Nemzeti Park megalapozása során végzett. Ez a tevékenység, ez mind hazai, mind nemzetközi összevetésben is rendkívül fontos. Egy Sterbec Istvánról készített filmet is bemutattak a konferencián, az ebben szereplő interjú nem sokkal a halála előtt készült. Sterbec István az egész Délalföldnek és így a Dél-Tiszántúlnak, ahol a Körösmaros Nemzeti Park működik, ő volt valójában természetvédelmi szellemi atya, hiszen letette az alapjait annak a túzokvédelemnek, amit mi folytatni tudtunk, vagy olyan védett területeket alakított ki, mint a Kardoskúti Fehértó, vagy a Biharugrai Halastórendszer és a természetes tavak, tehát ez mind-mind ő neki a szakmai munkájának köszönhető. Tírják László hozzátette, Sterbec István munkájának és természetvédelmi örökségének emléke meghatározó a Nemzeti Park munkatársai számára. Ennek tiszteletére róla nevezték el a Dévaványán található látogatóközpontjukat. A gyulai vígadó adott otthont a Nemzeti Paradarc bajnokság 5. fordulójának vasárnap. Az egész éves versenysorozatban kerekesszékes sportolók is megmérettetik magukat. A gyulai viadalra 20 versenyző érkezett. Az 5. forduló résztvevőit Gyula polgármestere Görgényi Ernő köszöntötte, aki kiemelte, fontos a település számára, hogy a fogyatékossággal élők is jól érezzék magukat a városban. Orbán Dávid a bajnokság listavezetőjeként érkezett a versenyre. Kiemelte, ez a megmérettetés nem elsősorban az eredményekről szól, számára sem az elsőség megszerzése a fő cél. Nincs köztünk olyan, hogy le akarom győzni a másikat. Én azt gondolom, hogy ez a sport itt arról szól, hogy itt a versenyen le tudjam győzni saját magam. Mert én nekem például ez a versenyzésnél általában
kevesebb pontot tudok dobni, tehát kisebb az átlagom, mint otthon egy edzésen. Úgyhogy én itt igazából saját magam ellen versenyzek. Fenesi Balázs főszervező, maga is tagja a mezőnynek. Mint mondta, a paradarts egyre népszerűbb, a tavalyi bajnokságon még csak páran vettek részt, idén pedig már 20 versenyző nevezett. Igyekszünk úgy csinálni, hogy minél több helyre sikerül, vagy el tudjuk vinni a bajnokságot, egyrészt azért, hogy mindenki utazzon elég sokat, tehát mindenki ugyanannyit utazzon, ha eljön ugye máshoz, illetve hogy népszerűsítsük is ezt a sportot, és minél többen tudjanak csatlakozni. A paradarts gyulai fordulója után a mezőny tagjai Budapest felé veszik az irányt, hiszen az utolsó fordulónak a főváros ad majd otthont. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!